ünnepség sorozatot az Alsósok Énekkarának műsora nyitotta. Tekintettel a kerek évfordulóra, a hagyományos Petőfi napokat több újdonsággal színesítik. Március 24-én lesz, amikor is egy jubileumi ünnepséggel fogjuk rátenni a koronát erre az ünnepségsorozatra, ahova régi Petőfis diákokat, tanárokat várunk, partnereinket fogjuk meghívni. Akkor lesz a jubileumi évkönyvünk bemutatója is, amit mai napon küldünk nyomdába, úgyhogy addigra bizonyára elkészül, nagyon várjuk már, illetve ugyanezen a napon délután a Petőfis osztálytalálkozókat fogjuk szervezni, ahova már nagyon sok osztály jelezte a jelenlétét. Az eseményen Katona Tibor képeiből nyílt kiállítás. A fotóriporter 1981 és 89 között volt az intézmény tanulója. A 90-es évek végén kezdett el a Zalai Hírlapnál dolgozni. Munkája miatt fényképezőgépével sokszor megfordult az iskola falai között. Most örömmel hozott válogatást felvételeiből. Olyan képek is vannak itt, amik már ki lettek állítva a sajtófotókiállításon, vagy ki lesznek állítva az idején, tehát tavaly készül, de vannak itt régebbi 9-10 évvel ezelőtti képek. Főleg olyanokat válogattam, amik kicsit közelebb vannak a gyerekekhez, kisebbekhez, nagyobbakhoz, kicsit viccesebbek, tehát egy kicsit hanyagoltam a közéletet és inkább a természetet, az állatokat, a gyerekekkel való vicces dolgokat, érdekes sporteseményeket hoztam most. Katona Tibor gyűjteménye mellett az első 150 év címmel iskolatörténeti tárlat is nyílt, amely a Göcsei Múzeum támogatásával jött létre. Itt többek között használati tárgyakat, oktatássegítő technikai eszközöket, a közösségi élet tárgyi emlékeit és régi fényképeket láthatnak az érdeklődők.